Jó Brody a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, a mikrofonnál Fekete Rita, és ez itt a Polkorrekt, a Középpont új műsora. Polkorrekt, vagyis a politikáról közérthetően és helyesen. Nagy szeretettel köszöntöm a második adás első vendégét, Fritz Tamást, politológust, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadóját. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! És hát az volt a mai órára a tervünk, hogy egy picit a politika és a társadalom viszonyáról fogunk beszélgetni, hogyan hat a politika a társadalomra, és vissza, hogyan hat a társadalom a politikára, és a politika csinálók mennyire veszik figyelembe azt, hogy a társadalomban éppen milyen jelenségek, események zajlanak, és ha nem baj, akkor kezdjük akkor most a fordított sorrenddel is innen, hogy figyelik-e egyáltalán a politikusok a társadalmat, és ha igen, akkor ezt hogyan veszik figyelembe? Hát kutya kötelességük lenne figyelni a politikusoknak a társadalom mozgásait, már csak azért is, mert ha azt vesszük, hogy a politikai életben a demokrácia az az a működésforma, amit ugye, bár hát Churchill azt mondta, hogy az se túlságosan jó, de hát jobbat még nem találta kínálat. Tehát, hogyha még ennél is maradunk, ennél a kicsit cinikus megfogalmazásnál, mégis azért a demokráciát tartjuk alapvető politikai működésmódnak, amely ugye arról szól, hogy a közügyeket az állampolgárok választása részvétele alapján intézik választott politikusok, illetve időnként ugye közvetlenül az állampolgárok. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy alapvető kötelessége a politikusoknak, a pártoknak, a pártvezetőknek, és hát természetesen a kormányok vezetőinek, a kormányoknak odafigyelni arra, hogy a társadalom mit akar, mit kíván, hogyan gondolja, hiszen a demokrácia lényegében erről szól. Sőt, hát azt mondanám igazából, hogy a demokráciának az alapja a társadalom. Annak idején Hegel választotta külön a politikai működésmódot civil társadalomra és államra. Ugye ahol az államban nagy politikai dolgok zajlanak, a civil társadalom pedig azért civil, és nem egyszerűen egyéneknek a sokasága, mert a társadalom szerencsés esetben a saját érdekeit meg is tudja fogalmazni, képviselni is tudja. És itt egy kulcsfontosságú kérdéshez érkezünk, ugyanis már az ókori görög filozófusok is Arisztotelésztől kezdve elmondták, hogy az ember természetes lényege a politizálás, tehát a közügyekbe való beleszólás, és ugye ők fogalmazták meg a zoon politikon a politizáló embernek a kategóriáját, és ezt egy alapvetésnek tartották, tehát hogy minden ember lényegében véve embernek kötelessége politizálni, mert nem szétszakadt individuumokként élünk, nem vagyunk Robinsonok, hanem közösségekben élünk, kisebb-nagyobb közösségekben, kezdve a családtól egészen mondjuk a nemzetállamig, meg a nemzetek fölötti, hát nemzetközi szervezetekig, bár ez utóbbival kapcsolatban azért nagy kérdőjelek vannak, esetleg erre visszatérhetünk, de maradjunk attól, hogy családtól nemzetállamig. Tehát mindig közösségben élünk, ezért kutya kötelessége az egyénnek, az állampolgárnak közösségben gondolkodni, és ha közösségben gondolkodik, és felelősséget érez a közösség tagjai iránt, és nem csak maga iránt, akkor közügyekbe beleszól, elmondja a véleményét, elmegy választani 4 vagy 5 évenként, és nem elégszik meg feltétlenül csak a választásokon való részvétellel, hanem a két választás közötti időpontban is különböző módon szerveződik, és ha már szerveződött, ha már szervezeteket hoz létre, akkor beszélhetünk civil társadalomról, és nem pedig egy, ismétlem, egy ilyen individualizált atomokra bomló emberek sokaságáról, akik igazából nem is tudnak hatni a politikára. Tehát kölcsönös játékról van szó magyarul. Ahhoz, hogy a politikusok igazán odafigyeljenek, akár a demokráciában is az emberek véleményére, ahhoz a társadalomnak is jól meg kell szerveznie magát, civil társadalommá kell válnia, ahogy a francia mondja, citoyenekre van szükség, tehát honpolgárokra, akik tényleg ismétlen közösségben gondolkodnak, és akkor viszont van esély arra, hogy a politikusok döntéseit alapvetően befolyásolják az állampolgárok, egy nemzetnek a polgárai. Nagyon jó, hogy behozta a civileknek a fogalmát, mert ez lett volna egy másik kérdéskör, hogy a civilek hogyan kapcsolódnak a politikához, és most ugye a civil társadalomról beszélt, viszont vannak olyan egyének is, akik magukat civilként határozzák meg, viszont mégis valamilyen módon politizálnak. És az az érdekes, hogy a társadalom többsége a civilek felé valamiért nagyobb bizalommal rendelkezik, mint a politikusok felé. Ennek mi az oka?
Nyilván már csak az is, hogy a civil ember az a civil társadalom szereplőit hát nagyobb bizalommal illeti, nyilvánvalóan, hiszen közülük való. Tehát nem választódik el tőlük, nem megy be a politika felhő régióiba, nem zárkózik be magas ajtók mögé, hanem hát közöttük élnek úgymond a civilek, elvileg legalábbis ideális esetben ez így van. Tehát gyakorlatilag a civil létmód az azért lényeges, mert, és itt szeretnék eloszlatni egy félreértést. Tehát a civil szervezetek, a civil társadalom, az egyáltalán nem mentes, ahogy az előbb is mondtam, a politizálás lehetőségétől. Tehát tévedés azt gondolni, hogy amikor civil szervezetekről beszélünk, akkor ott kell maradnunk, hogy na hát környezetvédők gyűjtik a szemetet, sportklubok szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak, állatvédelemmel. Ezek természetesen civil szervezetek a javából, amelyek különböző hát tevékenységeket fontosnak tartanak. De ugyanúgy érvényes a civil társadalom fogalma a politizáló, még szebb talán így mondani, hogy közéleti kérdésekkel foglalkozó civil szervezetekre is. Tehát gondoljunk bele abba, hogy hány és hány civil szervezet volt mozgalmi jellegű, mert ugye a mozgalmiság is valahol a civil létnek a lényege, ez a szervezetlenebb forma a mozgalmak sokasága, amely szervezetek befolyásolták a politika alakítását, például változásokat tudtak eszközölni, demokratizációs folyamatokat indítottak el civil szervezetek, tehát kifejezetten hasznos tevékenységet tudnak folytatni politizáló, közéletben működő civil szervezetek. Gondoljunk olyanokra, hogy például 56-ban a Petőfi Kör annak idején megalakult, egy értelmiségi civil szervezet. De aztán a későbbiekben, hogy a kommunista diktatúra időszakában a cseheknél a Karta 77 civil mozgalom, vagy a Magyarországra nézünk, akkor vagy a Magyar Demokrata Fórum is például mozgalomként. Nem is akar pártá válni, más kérdés, hogy aztán azzá vált, hogy a Lengyel Szolidaritás szakszervezeti mozgalom. Ezek lényegében mind-mind civil szerveződések, és végül is nagyon pozitívan befolyásolták a folyamatokat, demokratizációt segítettek elő. Tehát sokféle civil szervezet van, és ennek egyik része a politizáló civil szervezetek. A probléma nem ott van, hogy politizálnak, közélettel foglalkoznak, hanem ott van, amikor már nem pusztán csak közéletben tevékenykednek, egy értékrend mentén, ezt hangsúlyoznám, hanem pártpolitikát folytatnak. Ha már egy párthoz odakötődnek, vagy egy kormányhoz direktbe odakötődnek, tehát 100%-osan azonosulnak egy-egy politikai ágens szereplőnek a véleményében, alárendelődnek annak, na akkor a civil jelleg az nyilvánvalóan megszűnik, viszont nem szűnik meg akkor, ha a civil szervezet egy értékrend mentén, például konzervatív, vagy nemzeti értékek mentén megalakul, tevékenykedik, és azt tapasztalja, hogy van párt, vagy van kormányzat, amelyik ugyanazokat az értékeket képviseli, amelyeket ő, abban az esetben a tevékenységével segítheti nyilvánvalóan azt a pártot vagy kormányzatot, de itt megint egy nagy különbség, hogy egy civil szervezet soha nem hatalomra tör. A pártok törnek hatalomra, a civil szervezetek értékrendet képviselnek, és ha egy párt vagy kormány találkozik az ő értékrendjükkel, akkor mögé állhatnak természetesen a dolgok természetes folyásában, de persze további problémák is vannak, itt csak nem akarom elvenni öntől a szót. Tőlem nem veszi el. Ugye akkor ezen a logika mentén akár vallások is hozhatnak létre civil szervezeteket, vagy egyházak, vagy felekezetek, és bizonyos ügyek mellett kiállhatnak, és akár próbálhatnak meg nyomást gyakorolni mondjuk a kormányzatra, hogy az az ügy, amit ők szeretnének képviseltetni, az megvalósuljon. Tökéletesen így van. Egyházi szerveződések, egyházi közösségek, állampolgárok által létrehozott egyházi szakrális szervezetek abszolút a civil szervezetek kategóriába tartoznak, és ezt az értékrendet, azt a hitet, amit képviselnek, azt a vallást, azt nyugodtan és határozottan képviselhetik a politikai kormányzat irányában, illetve hát egyfajta érdekképviseletet is megvalósíthattak. Tudni, pontosan ez a demokrácia. Tehát akkor van demokrácia, ha van civil társadalom, mert lényegében a demokrácia magvát maga a civil társadalom adja. Mi más? Tehát ugye a demokratikus döntések a nép szuverenitásra épülnek, tehát a nép döntésére, a nép választására,
aki végül is hát a legrosszabb esetben legalább azért 4 évenként tud dönteni alapvető kérdésre, hogy ki kormányozon egy országot. De hogyha ez nem lenne, hogyha a civil hang hangot elnyomják, ha nem lehet érdekeket és értékeket képviselni, na akkor kezdünk beszélni autoriter rendszerekről, és rosszabb esetben ugye szélsőséges diktatúrákról. Nem kell említenem önnek sem a nácizmust, a fasizmust az egyik oldalon, a történelemben, a másik oldalon pedig, amit mi ugye ezt, azt is megtapasztaltuk, de még jobb, még hosszabb ideig megtapasztaltuk a kommunista berendezkedést Rákosi és Kádár alatt, ahol pontosan az történt, főként Kádár, hát főként persze Rákosi nyomta el csírájában a civil törekvéseket, de Kádár János alatt sem lehetett civilként létezni, csak magánpolgárként, politika mentesen. A Kádár rendszernek pontosan az volt a legrosszabb hozadék a Magyarország számára, ami sajnos egy bizonyos fokig tovább él a mindamai napig, hogy elaltatta az embereket. Tehát adott egyfajta fogyasztói szabadságot, kicsit lehetett utazni, kicsit lehetett szabadnak lenni, de soha nem a politikában, soha nem a közéletben. Azt megtiltotta az embereknek. Tehát éppen ezt a zón politikon jelleget tiltotta meg az embereknek, cserébe megpróbálta őket, most egyszerűen fogalmazok, kifizetni, hogy csinált egy kis gulyás kommunizmust itt a kommunista táboron belül, és ezzel megvette az embereknek a hallgatását, és ezzel az emberek lemondtak sajnos a civil létről, és ez a fajta kicsit befele forduló individuális magatartás még mai napig érzi a hatását, de mondjuk azért hozzáteszem, szerkesztő asszony, hogyha mondjuk a tegnap előtti eseményeket mondjuk megnézem, ami történt október 23-án, akkor azért nyugodtan mondhatjuk, hogy kezdjük meghaladni a Rákosi-Kádári diktatúrából itt maradt rossz emberi hajlamokat és tulajdonságokat, és azt hiszem, hogy elég erőteljesen jelen van a civil társadalom az életünkben. Hál' Istennek teszem hozzá, mert ez a demokráciának az alapja. Igen, az időnk végéhez közeledve éppen ezt akartam kérdezni, hogy mi a véleménye akár a hétvégi eseményekről letekintetben, illetve arról, hogyha akkor ezek fényében, amit elmondott, lehetne még javítani ezen, akkor hol lehetne javítani? Igen, ez egy folyamat, amiben azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy az elmúlt mondjuk úgy nagyjából 10 évben, ezt mondanám, kezdjük meghaladni ezt a posztkommunista örökséget, és egyre másra alakulnak olyan civil szervezetek, amelyek bátran merik képviselni a saját értékrendjüket, és hát most nem akarom vék alá rejteni, hogy én bizonyára ön is tudja, hogy a Civil Összefogás Fórumnak az egyik alapítója vagyok, tehát ilyen szempontból érintett is vagyok. A Civil Összefogás Fórum is egy olyan szervezet, amik határozottan egy értékrend mentén, egy konzervatív nemzeti keresztény értékrend mentén jött létre 2009 tavaszán, virágvasárnapon egy hatalmas Hősök terei 200 000-es gyűléssel indult meg a tevékenységünk, de már előtte például a polgári körök a 2000-es években már például a civil társadalom ébredését jelentették. Tehát ez a folyamat megy előre, nyilván a bal oldalon is vannak civil szerveződések, nem csak a jobb oldalon. Na most egyetlen problémát látok, kérdezze, hogy miben kéne javítani. Van egy nagyon negatív jelenség, az pedig az, hogy bizonyos álcivil szerveződések is jelen vannak a magyar belpolitikai életben, nem csak nálunk, máshol is. Ezeket most már NGO-nak nevezzük, tehát non-governmental organizationsnek, amelyek tulajdonképpen civilnek adják ki magukat, de olyan globális szervezetek, globális hálózatoknak a érdekeit képviselő szervezetek, amelyek igazából be akarnak avatkozni egy-egy ország belügyeibe, így például Magyarország belügyeibe is. Nem kerülhetjük meg ezt a nevet, tudom, hogy sokszor mondjuk, de mégis ennek egyik jellegzetes példája a Soros hálózat, amelyik tényleg 147 országban van jelen a Soros alapítványi rendszer, és ehhez kötődnek rengeteg egyéb jogvédő szervezetek, amelyek, mondom még egyszer, civilnek mondják magukat, de valójában az a feladatuk, hogy beavatkozzanak egy országnak a belső folyamataiba, manipulált eszközökkel átalakítsák a közhangulatot, tüntetéseket szervezenek a háttérből, ennek számos ország szenvedte el a következményt, Grúziától Észak-Macedónián keresztül Ukrajnáig, ugye, és más országokat is lehetne említeni, tehát ezekre vigyázni kell, viszont, hogy egy nemzetállamban csak azok a civil szervezetek hitelesek, és csak azoknak a civil szervezeteknek szabad hinni, akik az adott országon belül
az adott országhoz kötődnek, és az az érdekük, hogy az adott országban a közjó érvényesüljön, és a demokrácia érvényesüljön. A demokrácia azt jelenti, hogy egy nemzeten belül érvényesül a demokrácia, és ezek az álcivil NGO típusú szervezeteket valamilyen módon, ha nem is azt mondom, hogy betiltani, mert erről nincs szó, hogy be kéne tiltani, ez durva eszköz lenne, hanem ellenőrizni, transzparenssé tenni ezeket a folyamatokat, és hogy felismerhetővé tenni a nyilvánosság előtt, hogy mely szervezetek képviselnek nemzeti érdekeket, és mely szervezetek képviselnek globalista érdekeket. Na erre figyelnünk kell, mert ez egy veszélyforrás. A civil társadalmat ez szétverheti adott esetben. A jövő szempontjából ez nagyon fontos kérdés. És én bízom benne, hogy erről akár majd bővebben is tudunk még beszélni a műsor során. Fritz Tamás, remélem, politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója volt a vendégünk. További szép napot kívánok! Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Jobbródi a szerkesztő nevében is, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy szeretettel köszöntöm a Polkorrekt vendégeit, Bauer Bélát, szociológust, a Századvég vezető kutatóját, és Szabó Andrát, szociológust, politikatudost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Épp jó napot csupán! És hát azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy picit arról fogunk ebben az órában beszélni, hogy létezik-e politika nélkül társadalom, illetve hogy a társadalomra hogyan hat a politika, és a társadalomtudományok, mint akár a szociológia, hogyan hat vissza a politikára. Úgyhogy bele is csapunk ebbe a témába, bár nem ígérjük a hallgatóknak, hogy a teljesség igényével fogjuk tudni ezt mind átnézni. És akkor Szabó Andrához fordulnék először, hogy ő mit gondol erről a témakörről, egyáltalán mit tart fontosnak meghatározni, amikor az ember erről gondolkodik, hogy például a politika hogyan hat a társadalomra? Talán kellene egy definíciót adnunk arra, hogy mi az, hogy politika. Ugye az, már csak azért is, hogy ugyanarról a dologról beszéljünk, mert mindenkinek más jelent a politika. A politika tudomány jelesül Vernon Bogdanor, aki a politika tudomány legfrissebb enciklopédiáját készítette el, azt mondja, hogy a politika egy tevékenység, amelynek révén fontos döntéseket hoznak egy közösségben, a közösség számára hozzák ezeket a döntéseket, és nagyon fontos a végrehajtási rész, tehát hogy nem csak meghozzák a döntéseket, hanem végre is hajtják. És azt mondja Bogdanor, hogy ennek a definíciónak három kulcseleme van: a folyamat, tehát a politikát azt mindig dinamikusan kell felfogni, valahonnan, valahova megyünk, tehát van egy döntés, amit a végén majd valaki végrehajt. A következő a kulcselemek közül maga ez a fajta döntés, hogy valamilyen vagy a kormány, vagy a végrehajtó hatalom, vagy a törvényhozó hatalom hoz valamit, ami az egész társadalom számára előír szabályokat, és hát ugye a harmadik fontos momentum maga a közösség, amelyen belül ezek a döntések megszületnek, és amik a közösség érdekeit kell, hogy szolgálják. Tehát ez az a fogalom, amelyet a politika néven illetünk. Na most a tudományos politika fogalom és a társadalom által vallott politika fogalom teljesen eltér egymástól. 2013-ban egyetemisták körében kezdtük el először vizsgálni azt, hogy milyen szó asszociációkkal illetik a politikát, tehát a társadalom maga hogyan írja le a politika fogalmát, és először egyetemistákat kérdeztünk 13-ban, 15-ben és 19-ben, és aztán egy nagy mintás felnőtt, tehát teljes népességre vonatkozó vizsgálatot is végeztünk, és megnéztük, hogy ez a fogalom, ez hogyan változik a társadalomban. De ezt most még nem fogom elmondani, hanem átadom a szót a Bélának, és egy kicsit csigázom a kedves hallgatókat. Én meg egy kicsit visszatérek, mondjuk 20 évvel ezelőtt Gombár Csaba úgy fogalmazta meg a politikát, hogy a politika a társadalom életének része, színpadja, színtere, ahol különböző eredeti konfliktusok így vagy úgy alakulnak és megoldódnak. Azt gondolom, hogy ez ma is igaz, viszont van egy nagyon fontos része ennek a gondolatnak, hogy amikor valaki hatalomra jut, akkor, illetve a politika egyik nagyon fontos része a hatalom, a harc, a döntések tényleges birtoklásáért. Uh-huh. Most
Én azt gondolom, hogy amit Szabó Andrea az imént összefoglalt, az azért nagyon érdekes, mert a társadalom tagjainak többsége ezt a harc a döntések birtoklásáért érzékeli, és valamilyen úton módon ezt próbálja a szavazatéval befolyásolni. De hogy valójában ő politizál vagy nem politizál, erre engedjenek meg még egy megközelítést. Valamikor 20 éve volt a Való Világ című sorozat, amit mi, mint ifjúságkutatók megpróbáltunk vizsgálni. Ugye abból indultunk ki, hogy ezt melyik réteg nézi vagy nem nézi, és különböző embereket kérdeztünk meg. Egy bizonyos iskolai végzettség fölött diplomával mindenki azt mondta, hogy ő aztán ezt abszolút nem követi, majd amikor belekérdeztünk dolgokba, hogy tényleg, akkor kiderült, hogy teljesen pontosan tudják, hogy miről van szó, csak nem merik fölvállalni, mert mégis olyan ciki ez a Való Világ, mert így vagyunk a politikával is véleményem szerint, hogy mindenki azt mondja, hogy engem nem érdekel a politika, majd pontosan leírja, hogy mondjuk a elmúlt héten történt események, előválasztás, ő aztán tényleg nem érdekli, de aztán kiderül, hogy legalább 3 híradót nézett meg a vélemények kialakításában. Tehát azt gondolom, hogy a politika valahol része a napi gondolkodásunknak, szégyeljük, hogy foglalkozunk vele, de ugyanakkor tudjuk, hogy a különböző döntések erőteljesen hatnak az életvitelünkre. Szerintem nagyon fontos dolgot mondott a Béla, amikor azt mondta, hogy valahol egy kicsit szégyeljük, hogy bennünket érdekel a politika, és akkor itt kapcsolódnék ahhoz, amit korábban mondtam, hogy vajon a társadalom hogyan vélekedik a politikáról. És hát az az igazság, hogy függetlenül attól, hogy milyen társadalmi réteget vizsgálunk, egyetemistákat vagy a teljes népességet, nagyjából azonos fogalmakkal azonosítják a politikát, és ebben a fogalmi hálóban, vagy fogalmi struktúrában két nagyon fontos definíció, két nagyon fontos tényező jön vissza. Az egyik a korrupció, a másik pedig a hazugság. Tehát függetlenül attól, hogy egyetemistákat nézzünk, vagy a felnőtt népességet vizsgáljuk, két kifejezetten negatív kontextusú fogalom az, amelyik a leginkább leírja a politika fogalmát, és ezért van az, amit a Béla mond, hogy tulajdonképpen nem merjük bevallani azt, hogy bennünket igazándiból érdekel ez a politika, nem foglalkozunk valójában vele, vagy azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele, de hát miért is ne foglalkoznánk? Tehát nyilvánvalóan, hogy minden embert befolyásolja, minden embert érint az a rengeteg sok döntés, amelyik egy adott napon, egy adott héten, hónapban, vagy egy évben, egy államban, és most tekintsünk el attól, hogy melyik államról beszélünk, hogy most Magyarországról, vagy más államról van szó, amelyik érinti a társadalom egyes tagjait. Tehát a modern világban nem lehet a politika hatálya alól elmenekülni, hiszen az életünket befolyásolják a politika által hozott döntések. Ebben igazad van, Szabó Andi, de azt gondolom, bocsánat, hogy közbeszólok, de azt gondolom, hogy az is fontos, hogy befolyásolják a döntések, de nem vagyunk tisztában a politika által használt fogalmak nagy részével. Például korrupcióval, hogyha megkérdezted, hogy ki mit ért korrupció alatt, hát arra már igen nehéz válaszok vannak, de ezt lehetne sorolni mondjuk a demokráciával kapcsolatban. A hazugság az egyetlen olyan dolog, amelyet tudunk definiálni, hogy mit jelent, de hogy ki mit sorol a hazugság alá, az azt gondolom, hogy visszautalnék arra a gondolatodra, amikor azt mondod, hogy a társadalom különböző rétegei, akik valamilyen értékrendszer mentén, tehát nem csak indulat, mert hogy azt gondolom, Magyarországon 99% indulat, és 1% józanész határozza meg a politikát, zárójelbe zárva. Én ezt erősen túlzó állításnak nevezném, Béla. 97-3 arányban. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az emberek elkezdenek valójában gondolkodni a politikáról, és nem csak egyszerűen zsigeriből, ahogy az előbb mondta, zsigerből mondani valamit,
akkor azért jobban el tudják ezt különíteni, és le tudják a héjakat, a különböző héjakat szedni erről a történetről, de az igaz, hogy az első megközelítés egy zsigeri megközelítés, hiszen azokon túl, amiket mondtam, kifejezéseket, tehát a korrupción és a hazugságon kívül olyan fogalmakkal azonosítják még, mint rossz, bonyolult, csalás, viszály, utálom, lopás, tehát egy csomó olyasmi fogalom, amelyik kifejezetten negatív opciójú, és amikor a második legfontosabb kifejezést kell mondani. Tehát amikor a héjnak egy belsőbb részébe lépünk, akkor jönnek már elő az olyan értéksemlegesebb kifejezések, mint a hatalom, mint a döntés, mint a népképviselet, tehát olyan fogalmak, amelyek szükségesek a társadalom működtetése szempontjából. Tehát egy olyan bonyolult arrendszerben, mint egy modern társadalom, ha nincs hatalom, és a hatalomhoz kapcsolódóan nincsenek döntések, akkor az egy anarchikus állapothoz vezet. Tehát nyilvánvalóan szükség van politikára, döntésekre, és a végrehajtó és a döntéshozó hatalomra is. Ebben igazad van, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek a gondolatok nem létezhetnek politikához kapcsolható intézmények nélkül. És hogyha emlékszünk, akkor 1990 környékén a parlamentben nagyon sokan megbíztak. Aztán, hogy 2020-ra hányan bíznak meg, és hogyan a parlamentbe, vagy éppen a politikusokba, erről inkább ne beszéljünk, mert a politikusok és a hozzájuk kapcsolható intézményrendszerek megítélése is negatív irányba változott. És azt gondolom, hogy akkor, amikor én azt mondom, hogy a zsigeri, az, és ezzel egyetértek, amit te mondtál, hogy utána átalakul, de azok a fogalmak, amiket mondtál, a hétköznapi életben is használhatóak. A politikai megközelítésben a bonyolultabb megközelítések, hogy mi is az, hogy hiteles valaki, az azért már kevésbé értelmezhető, mert sokkal inkább amentén lesz hiteles valaki, hogy én mit gondolok a politikának arról a szegmenséről, amiben ő beszél. És nagyon érdekes, amiket mondasz, és behozol olyan fogalmat, mint a bizalom. Tehát én azt hiszem, hogy vannak ilyen nem evidensen a politikához kötődő fogalmak, mint például a bizalom. Ugye a bizalomnál is megkülönböztetünk személyközi és politikai intézményi bizalmat, és abban neked tökéletesen igazad van, hogyha megnézzük a magyar társadalom politikai bizalmi szintjét, akkor ezzel kapcsolatosan két nagyon fontos, empirikusan alátámasztható állítást tehetünk. Az egyik az, hogy a magyar társadalom intézményi bizalma az elmúlt 30 évben nem csökkent, tehát nem nőtt, hanem inkább csökkent, hogy egészen pontosan fogalmazzak. A másik pedig európai összehasonlításban egészen a 2010-es évek elejéig a magyar társadalom politikai intézményi bizalma volt a legalacsonyabb. De, és akkor itt most következik egy nagy de, a legutolsó 2012-13 óta készült European Social Survey felvételek azt mutatják, hogy ezen a téren egyébként van egy elmozdulás, tehát nem csak a személyközi bizalom növekedett Magyarországon, hanem, és akkor egy újabb fogalmat szeretnék behozni, a politikai polarizáció következtében egyes társadalmi rétegek intézményi bizalma nagyon erősen elkezdett növekedni, más társadalmi csoportok intézményi bizalma viszont drámaian elkezdett csökkenni. Tehát egy nagyon erős kinyílása van a bizalomnak, a politikához való fordulás tényleg úgy van, ahogy mondott, tehát attól függ, hogy ő saját maga milyen beállítódású, és akkor már rögtön itt vagyunk a kormány, ellenzék, az ideológiák kifejezésén, amelyek megkerülhetetlen akkor, amikor a politikáról beszélünk. Még egy picit, ha lehet, akkor arra hadd kérdezzek már rá, hogy ez a negatív társadalmi jelenség, amit itt az elején egy picit taglaltak, hogy hogyan áll hozzá a társadalom a politikához, ennek az okairól tudunk valamit? Tehát, hogy ez miért alakult így akár itt Magyarországon, a szocializáció, az előző rendszer, a családban tapasztaltak, vagy mi ennek az oka? Én azt gondolom, hogy az előbb szabom, Andrea,
erre is utalt azzal, hogy miután Magyarországon polarizálódott az értékrend, ezért bizonyos csoportok, akik meghatározóan a hatalomhoz pozitívan kapcsolódnak, ott nőtt a bizalom a rendszerrel. Másrészt pedig az, hogy a politika, azért emlékezzünk egy jó régi magyar mondásra, hogy a politika az úri huncutság. Tehát azt gondolom, hogy valahol benne van a magyar társadalomban is, de amire az előbb célzott Andrea, az is nagyon fontos, hogy Európában az intézmények megítélése nagyon sok helyen, például a mediterrán térségben sokkal negatívabb, mint Magyarországon. Másrészt pedig olyan a társadalom tagjai számára nehezen érthető folyamatok vannak, ugye a különböző koalíciók mentén nehéz eligazolni, hiszen egy szavazó, ugye itt most elsősorban Európáról beszélünk, valami mellett valamiért szavaz a pártjára, amit a párt nem fog tudni megvalósítani, mert a koalícióban ellenérdekeltségek vannak. Andrea biztos ki fogja egészíteni, amit mondok, de egy gondolatot még hagyd mondjak a kérdésére, hogy az, hogy a családon belül, vagy egy adott társadalmon belül hogyan ítélődik meg a politikához való viszony, ez a személyi érdekek és értékek alakulása is meghatározza. Tehát a kiábrándult, vagy nem kiábrándult adott pártra szavazók valamilyen okért eltávolodnak attól, amire szavaztak vagy szavaznak, de lehet, hogy ez az eltávolodás inkább a külső szemlélőnek szól, mert lehet, hogy egyébként majd a szavazófülkébe arra szavaz, amiről a beszélgetések vagy különböző megközelítések mentén elhatárolódik. Igen, akkor ha megengedi, akkor néhány szóval kiegészíteném azt, amit a Béla mondott. Feltétlenül beszélnünk kell a politikai szocializáció fogalmáról. Tehát a politika, mint olyan, és a politikához való viszony alapjai, azok a politikai szocializációs folyamatban rögzülnek a új nemzedékek számára, tehát a fiatalok számára. És ezzel kapcsolatosan szeretnék egy nagyon plasztikus példát mondani. Figyelje meg bárki, a kedves rádióhallgatók is, hogyha bemennek egy rendezvényre, ahol adott esetben politikus, most mindegy, hogy milyen politikus, tehát egy politikus ott van, és le kell ülni. Sőt, nem is kell, hogy politikus legyen, csak legyen egy autoritás. Akkor hogy ülnek le a fiatalok? Tehát az lesz az első, hogy az első sorban senki nem ül. Tehát ott kezdődik az egész történet, hogy első sorban nem ülünk. Ma már ott tartunk, hogy a második sorban se ül senki, hanem valahol a harmadik, negyedik sornál kezdődik a soroknak a feltöltése. És ez nagyon-nagyon világosan mutatja a politikai szocializáció autoritáshoz, tehát vezetőkhöz, vagy pedig egyáltalán valamilyen felsőbb identitáshoz való viszonyát, tehát hogy minél távolabb, annál jobb. Ez, hogy nem ülünk az első sorba, ez már így volt az államszocializmusban, de a Béla erről sokkal többet tud mondani, a Horthy korszakban is pontosan ugyanígy volt, tehát hogy kijelölődik a magyar társadalom és a hatalom alatt elsősorban az aktuálisan a politikai arrendszerhez kötődő szereplőket nevezzük, tehát azokat az aktorokat, akik a politikai arrendszerben vannak. Tehát, hogy kijelöli a magyar társadalom a politikai szocializáció során, hogy hogyan viszonyul ezekhez a szereplőkhöz, leginkább úgy, hogy a lehető legtávolabb kerül tőle. A szó fizikai terében is. Ennik Percheron, egy francia politikai szocializációval foglalkozó nagyon híres szociológus nő határozza meg azt, hogy a politikai szocializáció során tanuljuk meg a politikai nyelv fogalmát, tehát a szocializációnak a végterméke a politikai nyelv, amelyik viszont kétségtelenül meghatározza, hogy milyen szókészletünk lesz a politikával kapcsolatosan, és a magyar
fiatalok körében készített kutatások azt mutatják, hogy már kora gyerekkorban is alapvetően negatív fogalmak azok, amelyek a családi politikai szocializáció során a politikához kötődnek. Tehát, hogy nagyon korai időszakban a magyar társadalom azt örökíti át a saját ifjú nemzedékének, hogy a politika az akkor jó, ha minél távolabb vagyunk a politikához, nem dörgölőzünk a politikusokhoz, vagy ha igen, akkor annak külön célja van, tehát akkor az a célunk, hogy nem tudom, jussunk valahova a ranglétán előre. Bélája a szó. Köszönöm. Még két dolog. Egyrészt tisztázzuk, mi az, hogy politikai szocializáció. Hol tudjuk ezt a politikai szocializációt egyáltalán megszerezni? Ha már Szabó Andi említette volt a diktatúrák időszakát, tehát a 1947-48-tól 89-ig tartó időszakot, akkor igazából azért kell visszatérni, mert hogy ugye abban az időszakban bármilyen középiskolában járt az ember, a végzős évben világnézetünk alapjai címmel egy ilyen politikai szocializációt kapott az akkori hatalomtól a szerencsétlen 17-18 éves diák. Ma joggal félünk ettől, de igazából otthon nincs politikai szocializáció. Hogyha nem kerül be egy olyan közösségbe a egyén a fiatal, ahol beszélnek politikáról, amit persze inkább azt mondják, hogy ők nem politizálnak, zenét hallgatnak, akkor sem az a nyelv nem alakul ki, amin keresztül beszélni lehet. Egyébként a mai fiatalok, én azt gondolom, hogy kerülik is sok esetben a konkrét kérdéseket, vagy beszélgetéseket, mert tartanak attól, hogy konfliktusba keverednek amentén, hogy a másik fél nem fog tudni megfelelően válaszolni, hiszen nem biztos, hogy ismeri azt a területet. És az a folyamat, amit politikai szocializációnak nevezünk, az én azt gondolom, hogy azért írható le nehezen, mert hogy az információkat egyrészt otthonról, másrészt pedig a iskolákból lehetne megszerezni, és a kutatásaink alapján az derül ki, hogy az otthoni értékeket a fiatalok nagy többsége elfogadja, viszont nem beszélnek sem a múltról, sem a jelenről, közvetlenül a választások előtt ez nem igaz, de a múlttal való foglalkozás, a Kádár korszakkal, vagy az előtte lévő korszakokkal szinte minimális. Tehát azokat a történeti társadalmi folyamatokat, amelyekről úgy gondolom, hogy része a politikai szocializációnak, otthon a családban részben kapja meg, olyan családokban igen, ahol ez téma, de a családok nagy részében ez nem téma, míg az iskolában ezzel nem mindig szembesül, vagy ha igen, akkor csak egyféleképpen valamelyik ideológia mentén, és nem az ideológiák összességével találkozik az iskolában, hanem éppen azzal, ami a tanár, aki mondjuk tanít történelmet, értékei mentén átadható. Tehát nem látja a fiatal azt, hogy mi között lehet választani, és a politikai szocializáció nagyon fontos része szerintem az, hogy a választás, tehát a tudásszintű választás lehetősége megadódjon. És talán ezzel válaszoltunk. Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokról beszél a Béla, amikor azt mondja, hogy mi az, ami átöröklődik a politikai szocializáció során, és hogy a fiatalok maguk is részesei a politikai szocializációnak, például azáltal, hogy nem fogadják el azokat a nézeteket, vagy meg se hallják bizonyos értelemben azokat a nézeteket, amiket szeretnének átörökíteni a számukra. Ugyan ismeri a politikai szocializáció, a politikai, tehát a társadalmi szintű politikai feszültségnek a fogalmát. Ez pontosan azt jelenti, hogy a családban átadásra kerülő, vagy ha nem kerül át, akkor szándékaik szerint átadásra kerülő értékek, normák, identitások nem találkoznak az intézményi politikai szocializáció során felkínált értékekkel, normákkal, identitásokkal.
abban a pillanatban, amikor ez a két szerep készlet, tehát a családban átörökített értékek, normák, identitások, és az intézményi értékek, normák, identitások nem találkoznak egymással, akkor egy társadalmi szintű feszültség fog létrejönni, és ez a társadalmi szintű feszültség nem tartható fent az idők végéig. Pont a Kádár korszak mutatja meg, hogy nem lehet egy társadalomnak hosszú évtizedeken keresztül feszültségben élnie, mert annak egyértelmű egyénekre lebontható következményei vannak, úgy nevezzük ezt, hogy a devianciáknak a felerősödése, például az alkoholizmus, például az öngyilkosságuk számának a növekedése, például kivonulás a társadalomból, a társadalom elhagyása. Tehát van egy csomó olyan teljesen hétköznapi, egyéni szintű következmény, amiről nem is gondoljuk, hogy egyébként egy nagyon bonyolult szocializációs folyamatnak is lehet a következménye. Nyilvánvalóan nem mindenkinél így van, de azért a társadalom egészét illetően igen. És én ezért nagyon fontosnak tartom például azt, hogy legyen az intézményi rendszerben mondjuk demokratikus állampolgári szocializáció, de ehhez természetesen az kell, hogy ugyanazokat a fogalmakat, ugyanazokat az értékeket tekintsük, és most úgy magamat ismételni értéknek, tehát hogy legyen egy társadalomban nemzeti konszenzus azzal kapcsolatosan, hogy mi egy adott társadalom számára fontos, most és csak a fontos dolgokról beszélünk, és mi az, ami kevésbé fontos egy adott társadalomnak. Nem tudom, hogy lehetséges-e ez egyáltalán, tehát lehet, hogy ez egy illúzió, tehát hogy nem tudjuk meghatározni egy társadalom számára, mi a fontos és mi nem fontos, de például mondjuk Franciaországban vagy Németországban ezzel kapcsolatosan hosszú évtizedeken keresztül volt társadalmi megegyezés. Az a helyzet, hogy ezek a társadalmi megegyezések mostanában elkezdenek ott is föllazulni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy mindaz, amiről azt gondoltuk 30-40 éven keresztül, hogy ezek azok a normák és értékek, amik meghatározzák mondjuk a német és mondjuk meghatározzák a francia társadalom működését, minthogyha itt is történnének repedések is, és minthogyha ezen a téren is változás lenne. Viszont ami biztos, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évben nem alakult ki a közös értékek, normák készlete, amelyet egyértelműen át tudunk adni a fiatalok számára. De ez már a politikai kultúrának a fogalmát sorolja, amiről beszél, nem? Tehát, hogy bizonyos ügyeket milyen értékrend mentén oldanánk meg, és elvárnánk azt, hogy a politikusok is esetleg ezeket a megoldásokat keressék meg. Ez is egy fajta megközelítés, de még egy dolgot, egy fogalmat azért vezessünk be, ezt úgy hívják, hogy konszolidáció. Társadalmi konszolidáció, a Kádár korszaknak volt konszolidációja, tehát voltak közös megegyezési pontok. Az elmúlt 3 évtizedben közelítettek egymáshoz bizonyos pontok, de nem volt konszolidáció. A két háború között, ha már Szabó Andi megemlített, akkor a betleni konszolidáció, mint fogalom, még tananyag is, de hogy lehetséges-e egy ilyen konszolidáció, én nem kétlem, hogy igen, csak ehhez két dolgot kéne tisztázni. Egyrészt azt gondolom, hogy a társadalomtudományokban, ha valaki véleményt formál, a szubjektív tudása mentén teszi ezt. Tehát el kell fogadni, hogy akik ilyen demokratikus értékekről beszélnek akárhol, a saját értékrendjük mentén fogják ezt elmondani. Ezért tartom például célszerűnek azt, hogy megint a két háború közötti időszakban volt, hogy többen beszélnek egy-egy témáról, és majd a fiatal választ különböző témák mentén. Ugye Magyarországon 3 megközelítése meghatározó, és akkor majd erről beszélünk, hogy egyáltalán van-e ilyen konzervatív, a baloldali és egy liberális megközelítés, és az, hogy a politika hogyan közelít ezekhez a megközelítésekhez, melyeket zár ki a meghatározott mainstream gondolkodásból, és melyeket fogad el, na azt gondolom, hogy itt jön az, amit konszolidációnak nevezünk, hogy vannak-e olyan közös értékek, amit mindenki el tud fogadni. Én ma
nem nagyon tudnék olyat mondani, amit a ellenzék, illetve a kormánypárti szavazókat egy olyan közös platformra helyezi, amit mindenki el tud fogadni, de ez majdnem, hogy természetes. A nagy probléma az, hogy nem árnyalunk, nem pontosítunk a másik beszélgetésen, tehát nem beszélgetünk dolgokról, hanem beszélünk, és amit az előbb elhangzott Andrea gondolataiban, hogy töredeznek azok az értékek, amelyek eddig voltak. Én azt gondolom, hogy amikor a társadalom változik, a folyamatok máshova helyeződnek át, ez természetes. Ami számunkra talán furcsa, hogy azt éljük meg, hogy az átalakuló kelet-közép-európai társadalmak, amik ugye egy létező szocializmusból, kommunizmusból érkeznek meg egy létező kapitalizmusnak nevezett társadalmi térben, azt gondolják, hogy ez egy stabil, mert hogy oda kell érkezni, és hát mindenki úgy gondolja, hogy ott a legjobb, bár amikor a rendszerváltás időszakában volt egy tárki kutatás, szerintem te erre jobban emlékszem, mint én, tehát kérlek szépen pontatlanságot mondanék, segíts. Megkérdezték a 1000 fős mintán a társadalom tagjait, hogy mit szeretnének, kapitalizmus vagy szocializmus, a válasz egyértelmű volt, hogy jobban szeretnének élni. Tehát, hogy nem igazán tudták eldönteni, hogy ez mit jelent, jól mutatta, vagy jól mutatja ma így 30 évről, hogy az emberek számára bizonyos fogalmak, jobb oldal, bal oldal, konzervatizmus, kapitalizmus, szocializmus igazából nincsenek föltöltve megfelelő ismeretekkel, szerintem, hanem sokkal inkább a jól élni, tehát valamennyire jól élni, és még egy nyugalomban, tehát a nyugodt erő, mint létező érték, ez bent van a magyar társadalomban. Ha az első választást nézzük 1990 után, talán emlékeznek még a hallgatók arra a képre, amikor ilyen gondolkodó Antall Józsefet láttunk, és a nyugodt erőt. De a Kádár korszak is akkor volt társadalmilag leginkább elfogadott, amikor nyugodt erőként tudott megjelenni az emberek tudatába ezt. Ez kétségtelen. Az, hogy valójában mi történt, vagy hogyan történtek a Kádár korszakhoz kapcsolható diktatúra, különböző a társadalom nagy része számára ismeretlen folyamatok, az nem került át az emberek tudatába. Vagy saját szándékból, vagy pedig nagyon jó volt a propaganda. Egyébként ez utóbbit tartom fontosnak. Ha szabad ezt kiegészítenem, mélységesen egyetértve egy csomó dologgal, amit a Béla mondott, azt mondja, hogy vannak bizonyos fogalmak, amelyek kiüresednek, valójában nem, nincs mögöttük tartalom, és akkor mondta ennek példájaként a balt és a jobbot, vagy éppen a liberális és a konzervatívot. Ezzel kapcsolatosan is vannak empirikus kutatások, és ha megengedik, ehhez is tennék néhány megjegyzést. Az egyik az, hogy szintén egyetemistákat kértük arra, hogy egy ilyen kis beszélgetés körében mondják el, hogy mit értenek baloldali és mit értenek jobboldali fogalma alatt. És az az egészen elképesztő eredmény született, hogy a legtöbben azt mondták, hogy semmit. Tehát konkrétan a baloldalhoz sem tudnak fogalmakat, szempontokat, normákat, értékeket csatolni, de a jobboldal fogalmához sem tudnak ilyeneket hozzátenni, hanem nagyon érdekes módon, ez egy pár évvel ezelőtt, 2019 környékén volt ez a kutatás, tehát még a Covid előtt, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen a baloldal az egyet jelent Gyurcsánnyal, a jobboldal meg egyet jelent Orbán Viktorral. Tehát, hogy ezek a fogalmak ténylegesen nagyon keveset jelentenek már a fiatalok számára, és a legutolsó, tehát már a Covid után készült kutatások is azt jelzik, hogy a baljobb, illetve a liberális konzervatív térben egyre nehezebben tudják elhelyezni saját magukat. Ez számomra azt jelenti, hogy az a folyamat, amit 2019-ben letapogattunk, ez nem állt meg, de, és akkor itt egy nagyon picit megint tennék hozzá egy de kifejezést,
az, hogy minthogyha a liberális konzervatív lenne az a jobban működő skála. Tehát a baloldali, jobboldali egyre kevésbé működik, ott egyre jobban látjuk, hogy a centrumba helyezik, tehát középre helyezik magukat, vagy pedig egyre többen azt mondják, hogy nem tudják megmondani, hogy hol helyezkednek el a skálákon. Míg a liberális konzervatív esetében, mintha azt érzékeltük volna az utóbbi kutatások során, hogy kicsit jobb lenne az elhelyezési mátrisz, tehát kicsit jobban el tudják helyezni magukat, és a különböző oksági modellekben ma már jobban működik a liberális konzervatív, mint a baloldali, jobboldali. És még egy dolgot szeretnék mondani, ezt pedig nagyon helyesen jelezte, hogy azokról, amikről beszélünk, az tulajdonképpen a politikai kultúra fogalmához kötődnek, és hát ugye Almond és Verba dolgoztak ki a The Civic Culture című könyvükbe ezt az egész politikai kultúra fogalmát, és hát nyilvánvaló, hogy amiről beszélünk, azok beállítódások, azok érzelmek, azok viszonyulások a politikai arrendszer bizonyos részeihez, és igen, tehát a politikai kultúra minden nemzetnek a sajátja, nekünk, magyaroknak is van politikai kultúránk, a közép-európai régiónak is saját politikai kultúrája van, mint ahogy a Nyugat-Európában is a politikai kultúrának egy sajátos értelmezése van. De én szerintem ez nem probléma, tehát egyáltalán nem baj, hogy minden nemzetnek saját politikai kultúrája van, sőt, ezek a nagy klasszikus kutatások éppen arról beszélnek, hogy nagyon komoly hátránya lenne a világ, most egy kicsit így kilépve a magyar közegből, tehát a világ egészen szempontjából, hogyha homogenizálnánk a politikai kultúrákat. Igenis, hogy fontos, hogy minden nemzet megtalálja a saját politikai kultúráját, még akkor is, hogyha a magyar politikai kultúrához, és akkor most visszautalnék a beszélgetésünk elejére, nagyon sok negatív kontextus párosul, és nagyon sokan negatív kifejezésekkel írják le a magyar társadalom politikai kultúráját, de hát ugye ismerjük azt, hogy kicsit savanyú, kicsit sárga, de azért mégis a miénk. Ja. Igen. Egy dolgot, bocsánat, hadd fűzzek hozzá, hogy ugye amiről beszélt Szavandi, abban nagyon fontos dolog, hogy a baloldalhoz, mint fogalomhoz, az emberek negatív dolgokat kötnek. MSZP-t és Gyurcsány, de akkor, amikor Gyurcsányt be tudják helyezni például a liberális körben, kevesebb az ellenállás, ugyanakkor a tradicionális baloldali szavazók számára ez okoz szerintem némi problémát. Ugye az 55 éveseknél idősebbek körében végeztünk egy kutatást 2019-ben, és ott ezeken a fókuszcsoportos beszélgetéseken egy-két dolog derült ki, ugyanúgy nem tudnak mit kezdeni ezekkel a fogalmakkal, viszont törekszenek arra, hogy mégis kezdjenek vele valamit. Tehát nem tudják elfogadni, hogy ezek mögött a fogalmak mögött nem találják meg a saját értékrendszerüket. Tehát azt gondolom, hogy az 55 évnél idősebbeknél inkább ez a meghatározó, de azt is tegyük hozzá, hogy amikor fiatalokról vagy idősebbekről beszélünk, akkor a magyarországi politika kultúra szempontjából egy nagyon fontos törésvonalról is beszélünk, hiszen azt lehet látni, hogy a 18-30 életkor közöttiek hagyományosan jóval kisebb arányba mennek el a választásokra, mint az idősebb korosztály. Ugye 30 fölött kezdődik az, hogy aktívabbakká válnak a fiatalok a választásokon, és a legaktívabb korosztály az az 50 környékén alakul ki. Tehát akkor, amikor ezt a politikai kultúra megközelítésről beszélünk, nem árt arra is kitérni, hogy egyrészt a nemzeti sajátosságok mentén vannak nemzedéki eltérések és nemzedéki sajátosságok, vagy generációs eltérések, és erre már ugye a 20. század második évtizedében egy Mannheim Károly nevű magyar származású úriember rámutatott, hogy a nemzedéki probléma az gyakorlatilag abból is áll, hogy mások azok az élmények, amelyeket közösen élünk meg a különböző generációkhoz tartozás révén,
és azt gondolom, hogy ez a politikához való hozzáállást is megjelenti, hiszen 80-as évek végén volt egy politizáló nemzedék az egyetemisták körében, gyakorlatilag a rendszerváltás nemzedéke, és ma ez a most már 50 és 60 környékén lévő generáció, vagy inkább már 60 környékén határozza meg a döntési, a politikai döntési irányokat. És azt gondolom, hogy akkor, amikor a fiatalok megjelenését, vagy megfogalmazását, egyfajta lázadását látjuk, akkor pontosan emiatt a generációs szakadék miatt is teszünk, és amiatt, hogy ez alatt a időszak alatt nagyon sok minden változott. A nemzethez kapcsolódás fogalma identitásától kezdve egészen odáig, hogy hát most már lassan 20 éve, ugye 17 éve az unió tagjai vagyunk, és ez is egyfajta identitás jelent, politikai identitást, hiszen a választásokon, a parlamenti választásokon ott is ki kell fejezni a véleményünket, és azt gondolom, hogy Európa nagy része nem nagyon érti, hogy ugyanakkor az Európai Parlamentben miért pártcsaládok és nem nemzeti megközelítések vannak, és ez is a politikai szocializáció különbözőségéből fakad. Nagyon szépen köszönöm, a társadalom és a politika viszonyáról beszéltünk. Bauer Béla szociológus, a századvég vezető kutatója és Szabó Endre a szociológus, politika tudós voltak a vendégeink, és hát sok fogalom lett tisztább és világosabb, viszont így a beszélgetés során is rájöttünk, hogy azért ezek olyan témák, amiről még tudunk majd beszélni a jövőben és több időt rászállni. Nagyon köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.